nada morim. Deš ebeno videoba. Vam je jati kafun, ja se ništa krem tu doma i maker. Minecraft. Amúgy egyébként az egyik videómra meglőtt az egyik lájkom, úgyhogy DS-nek a visszaverőgépen igen láthatottak volna. Na mindegy is, Mojangot kírjuk. Ki van már írva, hogy Mojang. Igen, én a Nintendo 2DS-re játszok, ha látszik, hogy DS. Mindegy. És akkor nyomjuk azt, hogy play. Amúgy elfelejtettem mondani, PC-re kijött a Minecraft 1.14-es verzió. Building terrain. Igen, alapfokú beállítás. Na, itt vagyunk a Minecraft csodás világába. Ez a gomba. Amikor itt van egy sütőm. Sok szemem ebben színban amúgy. Igen, itt látható, igen, ebben színban. Nagyon sok 64. Igen, elfelejtettem mondani, hogy nem szó, hogy Vivalba játszok, hanem kreatív. Na, becsukjuk a ládát. Igen, itt vannak sütőtek egymásra téve. A sütőket úgy tudjuk lerakni, hogy shift és egy blokk ajtókinyitás és egy blokk letevése gombbal tudjuk letenni. Tehát shift. Ugye, pillanatokat kérünk. Kérek szépen, kiveszek például egy sütőt, és akkor, igen, most shift-elve vagyunk, igen, és akkor így, egymásra téve. Más, hogyha nem, akkor nekiakasztjuk a blokknak, amihez van támasztva, ami közel van hozzá. Na, itt van a crafting table, ami nem tudom, hogy mire használunk. Igen. Üvegből van a tető, a tetején meg helikopterre szálló van. Itt a WC, és még nem tudom, hogy hova tervezem. Majd ha írjátok meg, hogy hova rakjam a kommentbe, írjátok majd meg, hogy hova rakjam a saját szobámat. Na, megmutatom elég leszállót. Hát, igen. Igen, most... How believe I could fly? How believe I could trust the sky?
Igen, csapda akart lenni. Hát, ja. Mert ezek csak kidobnak dolgokat. Maradhatod. Itt egy kuka. Közel megyek, hogy ti is lássátok. Tudás. Itt szerintem már látjátok. Igen, ott bal oldalon, ott lent, van egy kis nyíl, és ott van fölötte kiírva, hogy trash. Ez azt jelenti angolul, hogy kuka. És itt a picki szobám. Igen, nem tudunk aludni, mert belenyomtam egy csészbe. És ilyen dolgokat szereztem. Igen, elrészlet boxom. Honnan szereztem én ezt? Na mindegy. Az a fő lényeg, hogy voltam egy sivatagi templomban, és hát mindent kiraboltam. Szóval majd kommentben írjátok meg, hogy hova tegyem az ebédlőt. Nem voltam. Sziasztok!